két alapvető természetfilozófiai felfogás van. Az egyik az, hogy az ember uralja a természetet. A másik viszont az, hogy az ember a természet része. A fák születnek, növekednek, öregednek és elhalnak, és ez a ciklikusság az erdő összes élő szervezetére hatással van. És egy erdő akkor működőképes, hogyha a természetes állapotához képest minél kevésbé sérült, minél teljesebb, akkor tudja magát szabályozni, akkor tudja magát gyógyítani. Az örök erdő egy olyan erdő valójában, amely a lehető legközelebb áll egy természetes állapothoz, a lehető legközelebb viszi az erdőt az őserdőhöz, ugyanakkor fát is tudunk nyerni így a társadalom számára. Olyan faanyagot, olyan megújítható, környezetbarát faanyagot, amely legkevesebb környezetterhelést jelent. Amikor az ember a természettel együttműködve dolgozik, akkor az ökonómia és az ökológia egymással nem kibékíthetetlen fogalmak. Az ember ilyenkor csak kormányozza, egy picit módosítja, picit felgyorsítja ezeket a természetes folyamatokat, és nem avatkozik drasztikusan ezeknek a működésében. Egy természetszerű erdő sokkal stabilabb, mint egy homogén, egykorú erdő. Azzal, hogy stabilitást viszünk az erdő rendszerébe, az erdő szerkezetébe, ezzel csökkentjük az ökonómiai kockázatokat is. Amikor csökken az ökológiai kockázat, azonnal csökken az ökonómiai kockázat is. Itt sokkal több holtfa marad az erdőben, olyan faegyedek, amelyek ökológiai szempontból fontosabbak, hogy visszaadjuk őket, ezért érdemes őket teljesen kivonni a gazdálkodásból. Ennek köszönhetően olyan élőlények vannak az erdőben, amelyek hozzájárulnak az erdő öngyógyító, önszabályozó képességének a fenntartásához. Nagyon bonyolult kapcsolat van mondjuk egy adókészítő madár, illetve a rovar között, egymás nélkül nem tudnak megélni. Ezek csak olyan erdőkben alakulhatnak ki, amelyek idős fákat is tartalmaznak. Azért lettem erdőmérnök, mert gyerekkorom óta vonzódom az erdőhöz. Nagyapám erdész volt, és aztán már nagyon korán eldöntöttem, hogy én szeretném az erdőt járni, és az erdővel szeretnék foglalkozni. Amikor én kijövök ide, nem feltétlenül úgy élem meg ezt, hogy na, akkor most dolgozunk pár órát, hanem akkor teszem, amíg tudom, bírom a dolgomat, de nem számolom igazán a perceket, hogy mennyit dolgoztam. Repül az idő, és azt veszem észre, hogy már este van. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb eredménye az erdész tevékenységének az egy jó összetételű, fajgazdag, stabil, a jövőnek is szolgálatot tevő erdő. Gyakorlatilag ez a jövő.